hát ez most így nagyon furcsa, és esetleg még talán kicsit nagyképűnek is hangzik, de nem volt esélye. Tehát, hogy elpusztítottam, és nem volt bennem egy másodpercig se kétel, hogy nem lesz meg. Illetve a vele járó plusz javakhoz, hiszen ugye egy motort is behúztál ezzel a panzéremmel, illetve édesapádat a lehető legszebb módon tudtad a születésnapján felköszönteni. Ez így kerek? Hát igen, szerintem ennél többet nem nagyon kérhet az ember. Nyilván minél fényesebb, annál jobb, de azért nálunk eléggé a napi forma dönt az olimpiákon, és ha ezt nekem valaki az olimpia előtt azt mondja, hogy egy éremmel fogok tudni hazamenni, az már egy aláírást érdemelt volna. Tudtuk előre, hogy édesapám születésnapjára esik a versenynap. Annyit kért tőlem csak, hogy egy érmet hozzak, amit hál' az Istennek tudtam teljesíteni. És hát nem utolsó sorban a motornak is örülök, az egy teljesen random feldobás volt. Gabi azt mondta, hogy akkor megkapom a motorját, mert az egy viszonylag új darab, és hogyha érem lesz, akkor azt nekem adja. Hát ezt most beváltatom majd vele. Ez a plusz motiváció az edződ részéről, ez nem most kezdődött ezzel a motorral, hogyha jól tudom, hanem még az első világversenyen, de ott egy másik dolog volt feldobva. Igen, hát Gabi szereti ilyen plusz motivációkat bedobni a versenyzőknek. Volt több olyan helyzet is, ahol sikerült nyernem dolgokat, volt, amikor nagyon közel álltam hozzá, és hát azért verte a víz, de hát ez természetesen jó értelemben mondva. Szereti motiválni a versenyzőket. Egyértelmű, hogy én nem a motor miatt akartam olimpiai érmes lenni. Igazából ez az egy érem hiányzott abból a fajta bizonyos kollekciómból, amit én az elmúlt időszakban összegyűjtögettem. Úgyhogy így most már ki tudom jelenteni azt, hogy amilyen versenyen judóban el lehet indulni. Én ott érmet tudtam szerezni, és szerintem ez egy óriási dolog. Most keresem az új motivációt, hogy esetlegesen megpróbálkozok azzal, hogy én legyek az első olyan magyar zsúdós, aki két olimpiai érmet birtokol, vagy világbajnoki címet kellene szerezzek. Tehát azért még itt eléggé tág lehetőségek vannak, de úgy gondolom, hogy azért ez így már egy nagyon szép és kerek karrier, holott azért még van időm ezt befejezni. És említette is, hogy még a vizsga az, hogy hátra van a nagymotorra, akkor először család, ünneplés, utána ráfekszel a motorvizsgára? Igen. Hát ez a sorrend körülbelül így fog kinézni. Most azért kaptam egy hosszabb pihenőt, óriási évet tudok magam mögött, főleg ahonnan én elindultam év elején és a pandémiás időszakban. Elképzelésem nem volt azzal kapcsolatban, hogy én hogy és miként fogok szerepelni az olimpián, illetve az aktuális világversenyeken. Nagyon bomba formában sikerült hozni, mint saját magamat, mint az a szakmai stáb, aki velem dolgozott, az elképesztő munkát és energiát, időt töltett be bele, úgyhogy ezt itt szeretném is nagyon megköszönni mindenkinek. Pazar év volt, február óta 6 versenyen indultam, 6 érmet szereztem, összekapartam egy Európa bajnoki, egy világbajnoki és egy olimpiai bronzérmet ebben az évben. Visszatekintve erre az elmúlt időszakra azt tudom mondani, hogy nem kívánhattam egész egyszerűen többet. Az 500. magyar érmet szerezted az olimpiák történetében, ezt amikor így megtudtad, ez még egy kicsit még jobban feldobott, vagy ez neked egy ilyen teljesen átlagos statisztikai adat? Hát nekem első körben azért átlagos statisztikai adatnak tűnt, de azért, hogy egy ilyen szép kerek 500. érmet sikerült az országnak szereznem, ez a statisztikától függetlenül is egy óriási büszkeséggel tölt el, és ha jól tudom, én vagyok a 10. magyar zsúdós is, aki olimpiai éremmel rendelkezik, tehát itt most én összegyűjtöttem a egész számokra kijövő szép kis kerek dolgokat. Óriási dolog, tehát ezek a napok, amik az elmúlt időszakban itt voltak velem az olimpiai versenyem után, ez a csodával egyenértékű. Különleges helyen lesz az érmednek otthon? Nem tudom pontosan még, hogy hova teszem. Az érmeim jó része édesanyámnál van, vagy a édesanyukáméknál. Ahogy én elköltöztem ugye otthonról, most egy kis családi házikóban élünk, én oda olyan érmeket vittem, amik nagyon közel állnak a szívemhez. Régóta tervezgetem azt, hogy valamilyen szép fakeretet csinálok ennek a bizonyos kollekciónak, és akkor valahova elszórtam, felteszegetem a falra. De hát ez mindig úgy, hogy jó, akkor majd holnap nekiállok, valakit megkérek, megkérdezem, hogy ezt hogy lehetne kivitelezni, megcsinálni szépre. Úgy gondolom, hogy ezek között, az érmek között is egy kicsit kimagaslóbb helyen lesz, hogy mindig szem előtt legyen és lássam azt, hogy mi volt az elmúlt 21 év gyümölcse vagy koronája. Nálatok az a policy, hogy verseny után nyilatkoztak inkább, mert ugye próbáltak titeket behúzni egy forgatásra, de nálatok ti pont olyan sportot űztek, akiknek inkább nem erősködik az ember, de hogy akkor ez így van, akkor tényleg fókuszáltok, tehát nem volt semmi benned feszültség, vagy olyan befeszülés, inkább így fogalmazok.
Ez most egy teljesen új keletű dolog, ezt én határoztam el igazság szerint, hogy nem szeretnék semmilyen médiás, hogy mondjam, felülettel foglalkozni. Letöröltem a Facebookomat is erre az időszakra, most tettem vissza, ugyanígy tettem az Instagramon is, tehát minden olyan felületet, ahol láthatom magam, különböző dolgokat olvashatok, azt kerültem. Ez is volt a koncepció a szakemberekkel, akikkel együtt dolgoztam. Én ezt most így éreztem jónak, tehát én egy ilyen igen ember vagyok igazából, tehát mindig, hogyha elhívnak egy beszélgetésre, egy interjúra, egy élménybeszámúról, nagyon szívesen elmegyek és megosztom a tapasztalataimat, mert hiszem azt, hogy amiért én kaptam, azt nekem igenis tovább kell adnom, hisz rengeteg ilyen nem voltam én is, mikor fiatalabb voltam, vagy kerestem egy példaképet, és teljesen közvetlen volt velem, és ezek olyan élmények voltak, hogy én ezt mindenféleképpen szeretném viszonozni az embereknek és a következő generációnak. Úgyhogy abban biztos voltam, hogy fogok ide is jönni, függetlenül attól, hogy ugye hát említették is, hogy hát ez most nem egy kötelező dolog, de úgy voltam vele, hogy ennyivel minimum tartozok, hogy el tudjam azt mondani, és el tudjak azzal büszkélkedni, hogy milyen jól sikerült a verseny. Viszont előtte azért is nem akartam ezzel foglalkozni, hogy ténylegesen a fókuszból ne kerüljek ki. Nagyon-nagyon stresszmentesen és jó mentális és fizikai állapotban tudtam kijönni az olimpiára. Le is nyilatkoztam, hogy nem félek attól, hogy kimondjam, hogy érmet szeretnék, vagy érmet akarok hazavinni. Azt kell, hogy mondjam, hogy így, hogy fókuszban tudtam maradni, és egy fantasztikus versenynapot tudok magam mögött. Ez volt a jó koncepció. Amivel ezt készült interjúban, azt is elmondtad egyszer, hogy nagyon nehéz egy olimpikonnak, mert az olimpia alapból nagy súlyt rak, főleg mondjuk egy első olimpián résztvevő sportolóra, de akkor ott vannak még a szurkolók, akik néha csak idézőjelben szurkolók, most ugye ezt Katinkánál is láthatjuk. Te hogy kezeled ezeket a kommenteket, a dicsérő, illetve néha inkább ilyen beszólogatós kommenteket? Rióban egy óriási zsákutcába szaladtam ezzel, biztos elég sokan emlékeznek arra, hogy ott volt egy elég erős nyilatkozatom azzal kapcsolatban, amikor így erről egy elég szabad szájúan nyilatkoztam, vagy hát beszéltem. Itt azért szeretném azt is hozzátenni, és egy kicsit tisztázni, hogy az ottani nyilatkozatom sokkal hosszabb és több rétű volt, és igazából csak egy ilyen fröskölődő részt vágott ki belőle az aktuális média. Ezt le kellett nyelni, ezt a békát, ez egy óriási tanulópénz volt, itt látszik az, hogy 5 év mennyit számít egy ember életében, hisz most is ezeket a felületeket, ahogy nézem és ahogy látom, hogy esetlegesen ócsárolnak valakit, elengedem teljes egészében. Kifejezetten azokat az üzeneteket és hozzászólásokat látom és veszem észre, amik azt sugallják az embernek, hogy érdemes volt csinálni, hogy nagyon ügyes volt, elszánt volt, gratulálnak, büszkék ránk. Szerintem ezek azok a dolgok, amiért egy sportoló részben csinálja azt a napi szenvedést, amit aktuálisan a sportága megkövetel. Akik negatívan állnának ehhez a dologhoz, illetve hát a sportársaimhoz, azokkal meg nem fogok foglalkozni, tehát egész egyszerűen nem akarok beleállni. Az ő dolga, hogy ő ezt így látta, akkor ez maradjon így, legyen az ő véleménye. Furcsa ilyenkor, amikor nem tesznek mögé arcot vagy nevet, hogy legalább vállalja magát az ember, hogyha már egy olyan sportolót szít, hogyha lehet így fogalmazni, aki többszörös olimpiai bajnok például. A sorsolásod így utólag milyen volt szerinted? Mert több judóssal beszéltünk, vagy edzőkkel, és akkor mondták, hogy nagyon nehéz a Krisztián sorsolása, nem tudom, hogy ebben lehet-e könnyű sorsolást kikapni. Kicsit erős kifejezés, hogy bemelegítésnek jó volt az első mérkőzés, mert ott is lényegében nagyon szépen kiváltál, ami kellett, és megcsináltad azt, ami kellett a menekült csapatból érkező fiú ellen. Nem volt hozzám kegyes a sorsolás, azt kell, hogy mondjam. Szerencsém volt azzal kapcsolatban, hogy a mentál tréner brutálisan jól felkészített minden esetőségre. Én két embert nem akartam alapvetően az ágamra, akik nem voltak kiemeltek. Itt a laikusoknak mondanám, hogy van egy bizonyos olimpiai ranglista, és annak a legjobb 8-át szétdobják ugye a különböző ágakra, pontosan azért, hogy csak a legjobb 8-ba tudjanak esetlegesen találkozni. Ehhez hozzátartozik az, hogy körülbelül egy olyan 12-15 olyan ember van az én súlycsoportomban, aki képes érmet szerezni, és ugye hát mivel csak 4 érem van, itt ezért elég nagy lesz a szórás. Ebben a fennmaradó 7-8 emberbe volt 2 olyan, akit nagyon nem akartam, az egyik az a japán volt, a másik illetve a koreai, és hát a japánt azt megkaptam 8 közé. Azért az, hogy judóban egy japánt 8 közé kapsz a Budokánba, a sportágam ős hazájában, a Szentében, ahol a 64-es olimpia is volt, az egy elég nagy falat, én úgy gondolom. Lenyeltem a békát, és nem foglalkoztam vele. Sőt, egész egyszerűen nem is mentem el a japánig, hiszen, hogy említetted, egy menekülstátuszú sráccal kezdtem, megnéztem róla a videókat,
láttam, hogy mit csinál, úgy voltam vele, hogy felmegyek egy biztonsági judót fogok ellene csinálni, nehogy bármiféle probléma felmerüljön. Egy kicsit elfárasztottam, és igen, ott a meccs vége fele dobtam el. Teljesen jó volt arra, hogy az olimpia szellemével így át tudjak itatódni, és fel tudjak készülni arra a csatára, ami vízválasztó lesz nekünk ott a játékokon. Ugye utána papírforma szerint a japán is jött, és egy olyan mentális felkészültséggel tudtam ellene a szőnyegre lépni, hogy hát ez most így nagyon furcsa, és esetleg még talán kicsit nagyképűnek is hangzik, de nem volt esélye. Tehát, hogy elpusztítottam, és nem volt bennem egy másodpercig se kétel, hogy nem lesz meg. Legyőztem magamba azt, hogy igen, ő japán. Úgy voltam vele, hogy a Tamás is mondta, a mentál coachom, hogy ezek csak spontán adatok, amit most nyilván az ember tudat alatt tud, hogy ezek nem spontán adatok, mert aki japán judós, az egyértelmű, hogy egy nagyon magas színvonalat képvisel, de fel tudtam fogni úgy a helyzetet, hogy ő is egy ugyanolyan ember, mint én. Eleshet, elfáradhat, lehet rossz napja, csak egy dolog vezérelt, hogy megverjem őt. Egy nagyon jól felépített taktikai mérkőzés volt, ahol az állóképességre mentem rá, és csak őröltem a japánt, és belekényszerítettem egy hibába, amit sikerült is megkontráznom, és ezzel tovább jutottam rajta. És utána meg minden meccs ugyanebben az ütemben és metodikában telt el. Elképesztően jó napot fogtam ki. Tehát ez biztos, hogy szerencse is, de ebben biztos, hogy benne van az a rengeteg meló is, amit mi az elmúlt időszakban beletettünk, mint fizikális, mint mentális téren. És utána jött ide a német srác. Igen. Kire haragszol jobban azon a meccsen, a nadrágra, megragadta a lábad, vagy a német srác? Nem haragszok senkire. A sport az ilyen. Egy nagyon minimális csalódottság volt az kapcsán, hogy hú, meg lett az első vereség az olimpián, és ez nyilván senkinek se esik jól, semmelyik mérkőzésem. De azt kell, hogy mondjam, hogy jó helyen történt ez a probléma, hisz volt lehetőségem javítani. Tulajdonképpen az a meccs is egy viszonylag jól felépített taktikai mérkőzés volt. Tudtam, hogy mit akar majd indítani, erre felkínáltam magam, be is indította az akciót, meg akartam kontrázni, és nem tudom, hogy az én lábam akadta el az ő nadrágjába, vagy övé az enyémbe, nem tudom pontosan, hogy mi történt a jobb lábammal, egész egyszerűen csak annyit éreztem, hogy nem akar onnan elmozdulni. És hát oldalra borultam, ami vezeri értékű, ez a Golden Score-ban automatikus vereséggel jár. Lejöttem, elkönyveltem magamban, hogy megyünk tovább. Végaszágon a holland világbajnokkal mentem. Tudtam róla mindent, küzdöttünk már kb. 10-15-ször tét helyzetben, edzőtáborokban, meg trilliószor. Nem hibáztunk, ez volt a legnagyobb mérföldkő szerintem az én karrieremben, hogy egy ilyen versenyen, vagy ilyen mérkőzéseken rengeteg hiba lehetőség van, ugye azért a többi nagy klasszis ellen, és ezeket most nagyon-nagyon leredukáltuk. És ez látszott a mérkőzésen. A holland az kezdett kétségbe esni, tudta, hogy az állóképességem már nem fogja felvenni a versenyt. A súlycsoport meghatározó versenyzője vagyok az állóképességi szinten. Van, aki ügyesebb technikailag, van, aki statikusan sokkal erősebb, de azt tudom, hogy az idő az nekem dolgozik, hogyha nem kerülök nagyon nagy hátrányba, vagy nem esek el, akkor szépen fel tudom őrölni az embereket, és ez volt az egyik legnagyobb olyan talapzat, amire építettem az összes taktikai elemet. És hát harmadik helyért jött az orosz. Kétszer kikaptam már tőle, nem sikerült még megvernem, kétszer se Európa bajnok, óriási klasszis judósról beszélünk, akihez azért hozzájött az, hogy elveszített elődöntő után került a bronzmeccshez, én meg egy legyőzött világbajnok után kerültem vele szembe. Ezt próbáltam úgy felfogni, hogy óriási lélektani erőnyben vagyok, és hogy kart ki kart hadszoljon, valami majd lesz. Éreztem rajta, hogy pilled, borzasztóan elfáradtam, de próbáltam minden egyes felállásnál azt sugallni, neki is, a bírónak is, és a külvilágnak is, hogy hát semmi bajom nincsen, és akár 3 hétig is elcsúdózgatok vele. Holott olyan sav mennyiség volt a testemben, hogy már 3 orosz volt előttem, nem egy. És kihasználva azt, hogy mind fizikálisan, mind szíhésen elfáradt, Magyarország lett a bronzérem 90 kg-ban. Milyen a viszony, amikor egyébként a tatamin találkoztok? A meghajlástól egészen a pacsig, ugye, ami a zárása a mérkőzésnek, nem vagyunk barátok, nem vagyunk sportások, harcosok vagyunk, szamurájok, akik tényleg abban a közegben nevelkedtek, hogy győzni és harcolni, vagy emetfővel veszíteni. A meccsen fent nincs kegyelem, tehát ott püfőjük, verjük egymást, de úgy gondolom, hogy a meccs előtt és a meccs után egy nagyon őszinte és tiszteletre méltó sportbaráti kapcsolat van szerintem mindenki között. Néhány szóban, vagy néhány gondolatban össze kéne foglalnod, hogy mi változott Rio óta, vagy mind változtattál, akkor hol ragadtad meg ennek a lényegét? Ugye kijutottam 20,
egy-két éves láttam Rióba, egy terminátornak éreztem magam. Heti 10-et edzettem, jó volt a formám, sokkal jobb felépítésem volt fizikálisan, mint most. Majdnem 200 kilókkal nyomtunk fekve, 200 kilóval guggoltam mélyet, kifutottam a világból, hogy azt kérték tőlem, tehát egy nagyon bombasztikus formát vittem, negyedik kiemelként mentem oda. Minden adott volt ahhoz, hogy egy álom célba érjen, megvalósuljon. 96 kilóval mentem körülbelül az olimpiára, nem foglalkoztam az étrenddel, nem foglalkoztam a mentális részével ennek az egésznek. Volt sportpszichológusom, de nem adtam ennek akkor a jelentőséget, mint amekkorát kellett volna. És ugyanígy voltam a diétával, és ugyanígy voltam a preventív jellegű gyógytornával, a lazításokkal, mindennel. Megcsináltam az edzést, és azon kívül csak pihentem, és éltem, mint hal a vízben. Így erre visszagondolva, utólag azt mondom, hogy ez egy nagyon nagy luxus volt, és én itt ragadnám meg az alkalmat arra, hogy az új generációt biztassam, hogy igenis menjenek el már 20 évesen gyógytornázni, igenis nyújtsanak 20 évesen, mert vannak olyan edzések, amikor be se kell melegíteni, hisz fiatal szervezetről, egy életerős testről beszélünk, de ez utólag meg fogja magát bosszulni. Egyen normálisan. Nem kell a chips, nem kell a cukros üdítő. Számoltassa ki profi dietetikussal, táplálkozás tanácsadóval azt a fajta kalória mennyiséget, illetve összeállítást, ami neki kelleni fog. Egye meg azokat a étrend kiegészítő dolgokat, amiket egy szakember ajánl, figyeljen magára, mert igazából a mi testünk az a saját magunk részére egy bizonyos befektetés. Ez olyan, mint egy vállalkozónak a cég. Ezzel nekünk nagyon-nagyon sokat kell foglalkozni, és sajnos be kell, hogy valljam azt, hogy nem elég az, hogy edzel. Tudom, hogy nincs kedvük elmenni a halálos edzés után gyógytornázni, pszichológushoz, főzni egy rizst a helyet, hogy most elmegy és rendel egy pizzát, de ezekkel mind-mind foglalkozni kell, mert ezek nem 1-2-3-4-5%-ban adnak hozzá az aktuális teljesítményhez, hanem 20-25-be. Tehát ami változás az én életemben megtörtént, így az elmúlt 5 évben, és még lejjebb tudnám redukálni, az elmúlt 6 hónapban, ami olyan szintű változás volt, hogy hihetetlen számomra. Például ez a mentál coach. Én ugyanazt az edzésmunkát végzem, amit az elmúlt 20 évben végeztem, most nyilván a korosztályra speciálisan lebontva, de az, hogy amikor a fejed és a tested között egy olyan kapcsolat van, amit egy szakember felépít és elhiteti veled az, hogy igenis te erre képes vagy, és elmész egy versenyre, és amikor elindulnak a kételyek a fejedben, elkezdesz azon gondolkodni, hogy hú, mit tettél te meg azért, hogy a következő ellenfeledet legyőzzed. És ha ott van előtted az, hogy minden edzést megcsináltál, nyújtottál, gyógytornáztál, sportpszichológushoz vagy coachhoz jártál, betartottad az étrendedet, pihentél rendesen, ezek olyan belőlt idők és energiák a te karrieredbe, hogy a kételj az így mint a füst elszáll. Történjen bármi, lehet az is, hogy nem nyersz, lehet az, hogy nem lesz happy end a vége, de úgy tudsz felmenni nálunk például a szőnyegre, hogy nincs benne a fejedben az, hogy mi lesz, hogyha meg úristen, most ezzel mit fogok csinálni. Hát mit csinálnánk vele? Azért dolgoztunk az elmúlt időszakban, hogy megverjük, hogy legyőzzük. Tehát teljesen más a felfogása ennek az egésznek, és most tudom, hogy ez tényleg a fiataloknak egy elég furcsa dolog, és hogy magyaráz itt ezzel az olimpiai bronzéremben, hogy szerzett egy érmet. Pont magyarázhatsz. De ezt utólag be kell látnom, hogy így igaz, és azt kell, hogy mondjam, hogy óriási luxus volt, hogy Riót úgy csináltam meg, ahogy megcsináltam, tulajdonképpen a tehetségemre bízva. Mi a helyzet a családdal? Ők hogy tudtak téged segíteni ebben az életmódváltásban? Hát, természetesen az is egy óriási alapkő. A feleségem, illetve hát a család az rengeteget főzött, folyamatosan azt a speciális étrendet tartottuk, és nekem nem is nagyon kellett azzal foglalkoznom, hogy mi fog az asztalról lenni, mert Panka az már pontosan tudta, hogy nekem aznap délután halat kell lennem rizssel, vagy zöldséggel, vagy szalonnát, vagy bármi ilyesmit. Enélkül én úgy gondolom, hogy ez nem ment volna, úgyhogy nekik is természetesen nagyon szépen köszönöm ezt az elmúlt óriási időszakot, és itt van a gyümölcse. Most ha hazatérsz, akkor egy kicsit több időt tudsz szentelni meg a családra, vagy meg lesz annak is a maga ideje, és utána folytatod a munkát, és készülsz a következő világversenyre. Most egy kicsit több időt fogok szentelni a családnak, igen. Rengeteget utaztunk, nem akarok óriási badarságot mondani, de ha jól tudom, 72 olyan verseny van a 2 éves kvalifikáció alatt, ahol pontot lehet szerezni, és ugye ezeket a pontokat gyűjteni kell azért, hogy a legjobb 18-ba benne lehess. Többet vagyunk távol, mint odahaza.
ami egyrészt egy teljesen normális dolog, hisz most ez az életünk értelme, vagy hát ez az életrendje, mert ezt 40 évesen már nem fogom tudni csinálni. Másrészt meg azért nagyon fárasztó, főleg úgy gyerekkel, hogy nekem például az egyik legrosszabb élményem az volt, hogy kint táboroztam Japánban, amikor a feleségem küldte a videót, hogy a gyerek felállt és sétál. Ezek azok a dolgok, amiket hát most csúnya kifejezés az, hogy be kell áldozni, de el kell fogadni, hogy nem tudsz minden pillanatban majd ott lenni, viszont megpróbálsz egy olyan életutat teremteni a családodnak, ami úgy gondolom, hogy kifizetődő, és hát egy olyan becsületet és büszkeséget szerezni, amiért megéri az, hogy te csak videóról lásd azt például, hogy a gyerek felállt. Elnézve itt a magyar judósokat, nagyon összetartó brigádban jutok. Hogy fogadtak, amikor visszatértél az érdemelnek? Nagyon örültek. Ezt az érmet részben a magyar judónak és az utánunk következő generációnak is szereztem, hogy lássák azt, hogy van értelme küzdeni, és van lehetőség arra, hogy az ember óriási magaslatokba eljusson. Vannak más barátaid is, akik nem a cselgáncsból jöttek, vagy ott ismerted meg őket? Vagy erre egy ilyen szintű sportvonalnak már szerintem nincs is esélye? Kevés, igen. Nem azt mondom, hogy nincs rá esély, mert azért egy elég nyitott srácnak tartom magam. Természetesen a gimnáziumból, meg az egyetemről vannak haverok, csoporttársak, még talán azt is megkockáztattam, hogy barátok. De nyilván itt a java része azért a sportberkeken belül van. Hát tényleg mi szinte többet vagyunk együtt, mint a saját családtagjainkkal. Hajvágottam, hogy sikerült találnotok? Ez nagy probléma volt. Sikerült találnunk, igen, amikinek le is vágtam olyát. Na, ennek kifejezetten örülök. És ugye ezt egy pár szóval érintettük, hogy a magyar judósportnak mennyit köszönhetsz, és most ezzel milyen sokat adtál vissza. Mennyit jelent ez a magyar cselgáncs sportnak, hogy Tóth Krisztián bronzérmes lett, és téged mondjuk hogy érintene, hogyha miattad kezdenének el gyerekek tatamira állni és ezzel a sportággal foglalkozni? Én itt nem Tóth Krisztián féle bronzéremről beszélek, hanem a bronzéremről. Lehet, hogy ha ez egy nappal később van, akkor nem én hozom az érmet, hanem a csapat más tagja. Bízok benne, hogy nagyon sokan fognak emiatt a bronzérem miatt is elkezdeni judózni, vagy gyermekeiket beadni a judó sportágban, nem csak azért is, hogy hú, most mindenki olimpiai érmes legyen, hanem rengeteg olyan alaptulajdonságot tud nyújtani ez a sportág, ami az élet más területén vissza fog köszönni. Most kapásból csak egy olyat tudnék mondani, hogy például megtanulnak esni, tehát egészségügyi szempontból nagyon-nagyon jó dolog az, hogyha elesel az utcán, vagy a betonon, vagy bárhol, akkor nem ripityára töröd magad, hanem tompítasz egyet, azt felállsz és kocogsz tovább, mintha mi se történt volna. És egy elképesztő akaraterőt tud fejleszteni, egy nagyon jó határozott kiállást. Én úgy gondolom, hogy ennek a sportnak rengeteg olyan része van, ami tényleg az embert tudja segíteni, mint a sportolói, mint a magánéletben. Az biztos, hogy én még itt leszek, és hogyha bármi olyan kérdésük lesz a kis srácoknak, amivel én tovább tudom lendíteni az ő karrierjüket, vagy tudok segíteni az aktuális problémájukban, akkor természetesen ezeket mind meg fogom tenni. Nagyon nagy büszkeséggel tölt el az, hogy ezt az érmet tényleg én tudtam nekik szerezni, és megvan a tizedik. Soha nem kacsingattál más sporták felé? Tehát amit rátaláltad a judóra, egyből beleszerettél, vagy akár küzdő sportokon belül? Ez egy nagyon szerencsés dolog amúgy, mert én a judót kezdtem el, és benne is ragadtam. Tehát én nem is tudtam, hogy mi az a judó. Én mikor legelőször lementem edzésre, már vártam, hogy kit kell lerúgni 6 évesen, tehát hogy fogalmam nem volt arról, hogy ez most dobás lesz, vagy teljes csődbe volt a fejem, hiszen én azt hittem, hogy ez majd ilyen ukaratés lesz, meg öv van, meg ruha, meg átmondom, szét kell maglósni valakit kézzel lábba. És hát nem, ez egy nagyon nagy fordulópont volt az életemben. Kiegészítő sportágokat csináltam, ami kifejezetten már a judó segítését foglalta magában, ilyen a box, a ketrec harc, a rögbi, hát a rögbit azt nagyon-nagyon imádom, az most egy viszonylag új dolog. Én egy csapatembernek tartanám amúgy magam független attól, hogy egyéni sportoló vagyok, és amikor ott vállalkozva küzdünk mások ellen nagy dögökkel, tehát tényleg a szakállas izzadt állatok vannak ott veled szemben, és tudod, hogy itt nem lesz kegyelem, itt összeugrunk, és át kell vinni a labdát a másik oldalra, nincs mese. Hát az egy fantasztikus érzés. A box az zseniális, ahogy felgyorsította a kezem, hoztunk ki pont kesztyűztünk pontosan azért, hogy a fogásfelvételhez a kezemnek a dinamikája megmaradjon. Máshogy terheli az agyat, máshogy terheli a testet. Nem szabad mindig szerintem judó ruhában készülni egy bizonyos megmérettetésre, mert belefárad az ember. Tehát ez mind olyan dolog, ami segítette azt, hogy én most idáig eljussak. Ki a keményebb, egy cselgáncsozó vagy egy birkózó? Ó,
természetes, hogy azt mondom, hogy a judós, tehát ez biztos, szinte biztos, ez 100%-nak kell, hogy legyen. Hát a poént félretéve, pont most is beszéltünk erről a buszon, hogy szerintem ők statikusabban erősebbek, mint mi, viszont mi dinamikusabban jobb, hogy mondjam, állóképességi melót tudunk csinálni. Teljesen más. Én jártam le birkózni, és Balúval birkózgattam. Hát én azért elég egy zömök erős gyereknek tartom magam, de majdnem kiukasztotta a bordámat, tüdőmet. Tök érdekes dolog ez, hogy az emberi test mennyire alkalmazkodik ahhoz, amihez kell. Hisz amikor nincs rajtuk például ruha, és akkor sansztalanok vagyunk egész egyszerűen megfogni őket, sansztalanok vagyunk arra, hogy tudjuk, hogy mit hova helyezünk, függetlenül attól, hogy ugye mind a kettő egy kontakt, egy közelharci sportág. Viszont ahogy adunk rájuk egy kabátot, akkor ez megfordul ez a dolog. Úgyhogy én egy igazságos döntetlenre ezt kihozom, és akkor ez a legdiplomatikusabb.